A magasabb osztályú csapat kezdte jobban a meccset, és a negyedik percben Romanchuk révén meg is szerezte a vezetést a Tarpa. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, de az első fél időben csak egy komolyabb helyzetig jutott el a Csengersima. A második játék részben felpörögtek az események. Az 51. percben Dávid Róbert fejese után jutott a Tarpai kapuba a labda, majd 8 perccel később Volkán Roland szabadrugása után a vezetést is átvette az alacsonyabb osztályú csapat. Azonban nem sokáig örülhettek, mivel 4 perc múlva Romanchuk egalizált. Sőt, a támadó a 69. percben megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját is. A fáradó csengersimaiak Mona kiállítása miatt a 76. percben megfogyatkoztak, így a Tarpa 3-2-es győzelme a hátralévő percekben már nem fordult veszélyben. A mérkőzést úgy gondolom jól kezdtük, hamar gólt szereztünk, utána volt több zicserünk is, a vendég csapat kapusa nagyokat védett, mi is azért rásegítettünk, utána kicsit átvette a vendég csapat az irányítást, kiegyenlítettek, sőt a másik fél idő elején sikerült megszerezni vezetést is a csengersimaiknak, de utána úgy gondolom, hogy sikerült csapatként nagyot csinálni, és sokat futva, egymást biztatva, hamar kiegyenlíteni, és a végén azt leéreztük már, hogy benne lett még az a harmadik gól, és nagyon örülök, hogy sikerült is. A megyei másodosztály Gintek csoportjában bajnoki címet szerző Csengersima játékos edzője a vereség ellenére is büszke volt csapatára. Mindent megtettünk a győzelemért. Ahogy indult az egész, éreztük, hogy hatalmas iram van, és ezek a fiatal srácok olyan iramot diktáltak, amit nagyon nehezen tudtunk lekövetni. Jobban kezdték a meccset, aztán ez gólban is megmutatkozott, aztán helyek közel partnerei voltunk az ellenfelünknek, próbáltuk nehezíteni a játékokat, hogy ne hozzák ki, próbáltunk kicsit letámadni. Aztán pici taktikai hibákból egy-egybe ügyesebbek voltak, és abból építkezve, apró figyelmetlenségeinket kihasználva végül is megszerezték a győzelmet, de egyáltalán vagyunk elkeseredettek és csalódottak, mert én úgy érzem, hogy partnerek voltunk. Nagyon hálás vagyok a közönségnek, a szurkolóknak, akik elkísértek, mert tényleg csodálatos élmény volt és leírhatatlan. Ilyen egy előtt egyszerű falusi futballista életében, mint amilyenek mi vagyunk, egyszer van, és az most volt, és tényleg ezt úgy kell megélni és értékelni mindenkinek, hogy sikerként és nem pedig kudarcként. Az MLS megyei igazgatója szerint ilyen színvonalú és hangulatú mérkőzéseket képzeltek el, amikor 7 évvel ezelőtt életre hívták a megyei magyar kupát. Nyugodtan mondhatom, hogy a megyei labdarúgásunk ünnepe, lehet látni egy két kis település, Tarpa és Csengersima mérkőzése, egy tőlük távol lévő helyszínre, Kisvárdára eljöttek 7-800-an, hétköznap délután szurkolni a sajátjaiknak, fantasztikus hangulat volt, nagyon jó mérkőzés, fordulatos mérkőzés, 5 gólt hozott ez a döntő, egy igazi kupa mérkőzés volt. Úgyhogy igen, nyugodtan mondhatom, ilyenről álmodozik minden igazgatóság. A tarpai csapat a 2 éve elveszített döntőt követően a Rakamaz, a Balkány, a kétszeres győztes Ivrány, a Csenger és a Nagyecsed után 6. együttesként emelhette magasba a megyei magyar kupát.